Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb futball témájú videóban. Csak közben nagyon kell figyelnem, mert úgy tűnt az előbb, mintha megindult volna az a sor. Na, ezt nem akartam, hogy belém jöjjenek. Ugye volt most arról videó, hogy a magyar bajnokságban a kieső meg a feljutó csapatok. Most így úgy voltam vele, hogy egy ilyen unblock, egy ilyen összefoglalott az egész idényről, hogy mit látunk és hogy én mit várok a következő évtől, ami majd valamikor júniusban folytatódik, vagy júniusban kezdődik, jobban mondva, az új idény. Ugye, amit láthattunk, az egy stabil Ferencváros, az elején még kevésbé stabil, de utána folyamatosan jó eredményeket hozó Molvidi, láthattunk egy feljövőben lévő Debrecent, mondhatjuk azt, hogy stagnáló Honvédot, mert tavaly is nagyjából így végeztek, de egy összességében kiegyensúlyozott Honvédot. Abban szerintem egyet tudunk érteni, hogy a Ferencváros megérdemelte a bajnoki címet. Ezt, ha most nagyon semleges szemmel nézem, akkor is ezt kell, hogy mondjam, mert tényleg jó játszottak. Persze lehet azt mondani, miről már live-ban is sokat beszéltünk, hogy hát a Molvidinek ugye dupla terhelése volt, ha azt nézzük, mert ugye az Európa Ligában is helyt kellett állniuk a csoportkörben, ahol egyébként nagyon jól szerepeltek, ezt ugye többször elismertem, és ugye a bajnokságban is ott kellett lenniük, hogy hát tartaniuk kellett a lépést a Ferencvárossal, és igazából a meddig? 4 vagy 5 forduló, a vége előtt? 4 talán. Tehát még azt mondom, hogy az is egyébként sikerült. Úgyhogy igen, dupla terhelés, de egyébként nem mondhatjuk azt, hogy a Molvidinek szar éve volt, mert azt gondolom, hogy egy Fradi mögött, egy ilyen erős Fradi mögött másodiként beírni, ez abszolút nem szégyen. És az, hogy mit értek el az Európa Liga csoportkörében, az, hogy az utolsó fordulóig versenyben voltak, és a Chelsea ellen jól is játszottak egyébként. Ezt az eredményt, ezt senki nem veheti el tőlük szerintem. És ugye itt is már megy a harc, már most, ugyanis a Fradi játékosa, kölcsönjátékosa volt Petriák, ugye, aki most leszerződött a Molvidibe. Tehát a Vidinél komolyan gondolják a jövőt is, és szeretnének legalább ilyen eredményeket elérni. Úgyhogy azt gondolom, hogy úgy fogalmaztam a szezon elején, hogy egy izgalmas bajnokság legyen, lássunk jó meccseket. Jó meccseket láttunk, tényleg voltak gólgazdag meccsek. Azt mondom, hogy a színvonal az még talán picit emelkedett is az előző évekhez képest. Ez amúgy annak is köszönhető, hogy idén, főleg most télen egyébként a csapatok jól is igazoltak. A Fradi az főleg, tehát ez a Szignyevics, meg ki volt még, aki jött télen? Nem tudom, hogy brazil gyerek, meg ez a fekete norvég srác. Ezek beváltak, mondhatjuk azt, hogy beváltak abszolút. És hogyha a Fradi egyébként meg tudná őrizni, most persze meg tudja őrizni ezeket a játékosokat nagyjából, és még jó játékosokat tudna hozzáigazolni, akár ők is elérhetnének valamit az Európa Ligában, vagy a Bajnokok Ligájában. Én szerintem a Vidinél, hogyha, hát persze ez függ a sorsolástól is, de szerintem a tavalyi eredményt akár meg is tudják ismételni, mert ha most Petriákból indulunk ki, ő egy elég komoly erősítés. És a Vidinél, ahogyan az be is bizonyosodott, elég sok pénz van. Ahogyan ez az ügylet is bizonyította egyébként, hogy nagyon sok a pénz náluk, úgyhogy szerintem megtörténhet az, hogy még tovább erősödnek, és akkor talán még ennél is simában jutnak be az Európa Liga csoportkörébe. Én azt gondolom, hogy jövőre is nagyjából ugyanezt fogjuk látni, tehát most már kialakult ez a Molvidi-Ferencváros harc, ami nem baj egyébként, mert így tudnak ezek a csapatok igazán erősödni. Nézd meg, másik lett a Vidi, egyből belecsaptak a lecsóba és elkezdtek igazolgatni játékosokat. És szerintem ez az, ami jót fog tenni majd a magyar bajnokságnak. Az, hogy nem játszhatják nagyon a magyar fiatalokat, tehát ugye erre már egy korábbi videóban kitértem, arról most nem akarok inkább beszélni. Esetleg, hogyha a Debrecen még tudna igazolni, mert a Debrecennél nagyon sok a fiatal tehetség, és a Honvédnál is. Úgyhogy esetleg, ha még ők ehhez hozzá tudnának igazolni jó játékosokat,
akkor még akár az is lehet, hogy ők is harcban lehetnek dobogós helyezésekért, vagy akár a bajnoki címért is. Úgyhogy lehet, hogy ez a harc lesz az, ami egy kicsit, főleg ez a két feljövőben lévő, illetve hát a Debrecen ugye feljövőben van, a Honvéd az meg tartotta a szintet, de van mire építkezni ezeknél a csapatoknál is, tehát ez az, ami nagyon fontos. És akár az is lehet, hogy egy ilyen négyes harc fog kialakulni, és akkor ez jót tesz majd a bajnokságnak. Én alapvetően ugye azt mondtam már, talán tavaly is, meg két éve is, hogy kellene egy kirakat csapat. Hát most jelenleg úgy néz ki, hogy jó úton haladunk afelé, hogy akár két kirakat csapatunk is legyen. Amíg hozzá tudna jönni a Debrecen meg a Honvéd, hogy néha azért megszorongassa ennek a két nagy csapatnak, a Molvidinek, meg most már nem Molvidi, bocsánat, most már Molfehérvár, most már ez lesz az új nevük jövőre, Molfehérvár, és a Ferencvárosnak a kis mogyoróját meg tudja szorongatni, vagy meg tudnák szorongatni, az talán még jobb lenne. Úgyhogy én nagyjából ezt várom. A feljövőben, vagy a feljutott csapatok közül, hát én azt gondolom, hogy a bár mondjuk nem olyan ismerem a játékos keretet, de azt tudom, hogy a Zalaegerszeg az nagyon komoly előnnyel jutott fel az első osztályba, úgyhogy minden esély megvan arra, hogy ők bemaradjanak. Kicsi visszaesést várok esetleg a Kisvárdától, mert már azért ők nagyon pocsékuk kezdték a szezont, aztán feljöttek, aztán a végén azért mégiscsak közel kerültek a kieséshez. Tehát ugye azok a csapatok, akik idén nem estek ki, de meg volt rá elég komolyan az esélyük. Ugye a DVTK, meg a most mondta pedig a Kisvárda. Szerintem jövőre azért nekik ugyanúgy benne lehet a pakliban. Úgyhogy összefoglalva, nagyjából ilyesmi eredményt várnék el jövőre is. Esetleg, főleg, hogyha ez a két csapat komolyan gondolja, és most a két nagyobb csapatról beszélek, a Ferencvárosról és a Molvidiről, ha ők tényleg komolyan gondolják azt, hogy a nemzetközi kupában most már szeretnének valami komolyat elérni, főleg a Fradinak szól ez az egész, a Vidi az idén már azért mondhatjuk azt, hogy bizonyított, de nekik meg ott van az, hogy meg kell tartaniuk ezt a pozíciót, és jó lenne idén is bekerülni, és állandó részvevője lenni ennek az Európa Ligának. A Fradi meg már évek óta mondja, hogy be fognak jutni, most olyan keretük van. Ugye most már az edzőre se foghatják, mert Tomás Dolt elvileg azért rúgták ki, mert hogy hát ő nem jutatta be a csapatot az Európa Ligába. Tehát most ha azt nézzük, minden lehetőség adott, tehát most már nem tudják mire fogni. A játékos keret most egész jó, úgyhogy meglátjuk. Én abban reménykedek, hogy azért néha-néha ez a csapat, tehát az egyik nagyon feljövőben lévő csapat a Debrecen, a másik meg ugye a kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtó Honvéd. Én remélem, hogy azért néha meg tudják majd magyarozni ezt a két, mondjuk úgy, top csapatot. Aztán nagyjából ennyi. A többi helyezéseket majd boxolják le egymás között, aztán ki tudja, mi lesz. Na, ennyit szerettem volna ebben a videóban, köszönöm mindenkinek a figyelmet. Írjátok le nyugodtan a véleményeteket, hogy szerinted, hogy ti mit vártok jövőre, érdekelne egyébként. Úgyhogy csörög is a telefonom. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!